Na, pálinkás, jó napot nektek! Ezen a csodálatos reggelen kijöttem a gyógytornára. Kicsit mozogjak, mert hát ugye vagyok anyátlanodva ebbe a koronavilágban, és most még meghosszabbították március 7-ig ezt a lockdownot. Hát, hogy én most mit csinálok? Ugye vagyunk Lustulba, egy 100 métert önszorgalomból nem akarunk menni. És azért elfordítottam a kamerát, hogy bácsit szeretném, mert legyen az, hogy filmezzem. Hát én egy diszkört fogok leírni. Még ez is nehéz. Na de azt szeretném tőletek meg... Ó, hát ezt nekem azért mutassam nektek. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy nekem a szövetpórral van problémám. De nem tudok szabadulni a szövetpórral. Tehát én úgy érzem, hogy sok ez a szövetpór. És lehet, hogy az óromban az allergiát, amit ugye most már azt mondanak, hogy polipa alakult át, tehát hogy polipot is növesztett. Szerintem a szövetpór is csinálhatja, ezt érzem azt, hogy olyan nem kellemes. Egy picit oda kell figyeljek lefelé itt az útra, mert ha megtalálok csúszni, belecsúszok a tóba. Gondolom én, de nem csúszok akkor át. Na nézzétek csak meg, hogy mit mond ebben az órában ez a... tó. Egyébként úgy látom, hogy van egy enyhe jégréteg rajta, de szerintem csak enyhe, mert nem lehet olyan nagy, de megpróbáljuk most egy kis kővel. Ha már itt vagyunk, akkor játszadozzunk egy picit. Tehát... Hát, nincs olyan szinten befagyva, ahogy gondolta. De ott akarom megnézni azt a részt itt. Hé, barátom! Meg van fagyva rendesen. Rendesen meg van fagyva egy. Azt hittem, hogy megcsobban a kő rajta, de nem. Na, veszek még egy pár darabot a játék kedvéért. Na hát itt vannak a bajok, amikor le kell hajolni. Hú, hogy el tud az ember anyátlanodni. A semmitevésben. Na, nézzük csak meg most, ez mit csinál. Jaj, de jó! Milyen hangot ad ki, halljátok? De jó! Hát végül akkor csak be van fagyva, de egy kis réteg. Nem olyan veszélyes. Na, sok dobok egyet arra. Hát a kő nem eszélt bele, de... És fel sem törte teljesen, de ott egy picit úgy láttam már, hogy betörte. Na, gyerekek! Mit szóltok? Természet, lágyöle. Csend. Feltörő napsütés. Hú, atyám, na ez igen. Na, vissza akkor a tornába, lehogy a tornába, gyógytornába, mert ez gyógytorna. Szóval azt akarom kérdezni akkor, hogy ti szerintetek hogy lehet megszabadulni ettől a szövetpórtól? A problémám az, hogy van szárító, de úgy meggyűri a ruhákat, hogy nem szeretem. Nem szeretem. Ugyanikor annyira megszárítsa, megint kell vizezzem, hogy tehát gőzös vasalóval, hogy tudjam kivasalni, de nagyon nehéz. És akkor inkább szárítom rendesen. Gyeplő, mint a régi időkben. Hú. Na, hát azért vagyogatunk, tehát nem egyedül vagyok. Látszik itt, hogy élet van, gyerekek. A korona után. Tehát nincs halál a korona után, élet van. De ez a napsütőben, hogy megtört a fény a szobában, láttam ezt a szövetpórt is. Már mióta gondolkodom, hogy lehet. Egy darabig próbáltam rázni. Ugye kicsit kirázom, de hú, női munka. Jó, ez egy kicsit olyan anyák volt. Én szoktam mondani viccesen, de ez onnan jön a vicc, hogy ugye keresi a munkát a Kázmér, azt mondja, hogy jaj, főnök, adjon valami munkát nekünk. Szóval hát a Kázmérka jön ide, azt mondja, éppen gödörtársunk. Szóval jön, segítsen. Jaj, főnök, azt mondja, hát az olyan, hát az női munka.
Szóval, hogy kázmérka, hát ez egy kemény fizikai munka. Tehát ez keményen kell ásni. Szóval, jaj, áss ki a jó anyád. Na, hát innen jön a női munka, nem a női ellenességem. Hogy ugye, nehogy azt lássátok meg belőle. És, hú, minden 100 méterben meg lehetne állni, és egy kicsit megcsodálni. Tetszik nektek ez így, vagy csak én vagyok így el magammal? Na hát igen, beszélhetnék róla. El vagyok persze, hogy... Úgyhogy nagy problémám van a szövettel, próbálok eleget tenni neki, hogy úgymond, de maga egy kicsit törpös pizze van, nem? Sát, jaj, ma nézegettem reggel, hogy vásárolja a kutyát, szövetfóra elfelejte. És képzeljétek el, hogy hát olyan nehéz ma kutyákat vásárolni, legalábbis úgy tűnik nekem, hogy hát megnéztem, német juhászt néztem és bull terriert, és hát hosszú szörű német juhász. Hát én úgy tudtam ezelőtt, hogy a német juhász félhosszú szörű, most igenis van törzskönyve. Ezelőtt kizáró jellegű volt, kipicsáztak a kiállításon. Na most már van törzskönyvük, hosszú szőrű változatban. Hát fejlődik a farva, mit tudom én. Bullterrier. Volt bullterrierem, ugye hát a tojásfejű nagy úr, hát a tojásformájú fejek kell legyen. Hát ilyen stopja van a kutyának, tehát nem a tojásfej, hanem stopja van. Na mondom gyerekek, hát... Azok a dolgok, amik kizáró jellegűek voltak a kiállításon, most ilyen kutyák vannak csak törzskön. Vagy nem jó helyet kerestem, és nem jó helyet találtam. Vagy ezek úgy hirdetik, hogy törzskönyv, és közben nincs törzskönyv. Ez is elképzelhető. De azt kell elmondjam nektek, hogy úgy, ahogy a ruháink átmentek a műanyagba, ugye a bőr a műanyagba, a gyapjú, ugyanúgy megromlott az ételünk. Az ételünkben ugye a sok táp, semmi sem az, aminek látszik. Ugyanúgy megromlott a kutyatenyésztés is, úgy látom én. Tehát az is tönkre ment. Úgyhogy hát elég furcsa világot élünk ebbe a 21. században. Semmi sem az, aminek látszik. Na, hát elmondtam ugye a szövet problémámat, a kutyavásárlási problémámat, és akkor mehetünk tovább. Még egyszer innen kinézek, ebből a szép kilátóban. Hogy lássuk, így mit mutat ez a tó? Innen is bedobnék egy követ innen fentről. Hogy lássuk, hogy ne, dobtak te. De ott lássatok, ott van fürödnek a kacsák, úgyhogy azért nem lehet olyan erős hó réteg rajta, vagy hó, jég réteg. De ott mivel bementek szankóval, vagy mi az? Nem, te velünk bedobtak jégdarabokat. Vagy azért szankozni is lehetne. Az nagyon vagány az a fadarab rajta, nézzétek csak meg. Ugye? Hogy megint úgy vagyok vele, hogy nekem tetszenek ezek a dolgok a természetből. Ezt jól, amit meglátok, hogy örülök neki. Na hát ilyen az életem. Inkább elbúcsúzok tőletek, nem viszlek tovább. Legyetek szeretve, vigyázzatok magatokra egymásra. Ne felejtsétek el, az unió nem ország, medve nem játék. És a sör nem italos, az asszony nem ember, mert az asszony Székelyföldön fehér nép. Csak azért megint nehogy kijöjjetek. Egyébként láttam egy jó videót, az egyik színésznő osztotta meg egy verset, ahol ugye most nagy ilyen Facebook világ volt, hogy a hóbort, vagy minek nevezzem, trendy, hogy kirakjam, hogy most is igen mondanék a férjének, vagy a házasságának, és hát ezt el kell még mondjam, ez a kedves színésznő, hát ugye, hát most is igen mondanék, és onnan ironizálja, de mondjuk valakinek a verse,
Én mindig úgy azt hiszem, hogy ő írja, de azt mondja, hogy valaki másnak a verse. És hát az a, az érdekessége, hogy olyan feminista, férfi gyűlölő versnek láttam, és hogy ezt most egy férfi is írta, akkor azt egy kicsit úgy azért csodálom, szerintem nem egy nő kellett, hogy írja, de elképzelhető, hogy férfi írta, hát a meglátás. Egyébként nagyon-nagyon nem úgy harcolok a nagy feminista elméletek ellen, hanem tehát az egész világot úgymond olyan jó lehet, hogy régebben elnyomás alatt éltek a nők, ma már fel vannak szabadulva úgymond, vagy egy házasságban, vagy egy párkapcsolatban, de amikor látom ezeket a nagyon-nagyon feminista, én döntök, én vezetek, én olyan, mint hogyha számomra, mint hogyha eddig tényleg rabszolga tartásban lett volna. Egyébként az volt ezzel a színésznő által előadott, hát egy vers van meg személyesítve, úgymond. És hát ugye az van, hogy hát a kék szem van festve neki, és hogy azért kapta, mert hogy gyűrött volt a nadrágja. Vagy azért kapta megint, mert azért, ugye mondja, hogy a fogát is beverte, azért, mert nem volt kész az étele. Tehát egy ilyen megközelítés. És akkor ebből én valahogy úgy értettem meg, hogy mi nők, tehát mi a nőköt rákényszerítsük arra, hogy mossanak és főzzenek ránk, és hogy nekik csak ez lenne. És hogy mi nem engedünk többi egyebet nekik. Sose felejtem el, hogy soha nem engedtem, hogy kivasolják a vizingemet, a drágomot, mert van, hogy én hogy szeretem, és én úgy csinálom, és én kivasolom az emét. Nekem nem kell kivasolni. Persze, azért kivasolták, nem mondhatom, hogy nem. Édesanyám is annak idején, és a párkapcsolatomban is. Tehát kivasolták, de hát én soha nem cirkuszoltam érte. Az ételét sem, mert ki mit főz, megeszi. Gyerekkorunkban így értünk a bátyámmal. Tehát nagyon sokat főztünk. És hát ki mit főz, megeszi című fejezettel úgy is csináltuk, hogy hát megtanultunk főzni. Tehát ezért egy kicsit olyan furcsának tartom, amikor valakinek ez úgy, hogy nehezére esik. Mert most akkor ugye az lenne a kérdésem, hogy akkor, hogyha egy nőnek ugye nem volt kész az étel, és ebből ironikus verset csinálnak, és ezt még elő is adják, akkor, és ezért, hogy ők kikaptak, meg kéne kérdezem, hogy akkor ő mit evett vajon? Vagy magának főzött csak, vagy a férfiket volna megfőzze, vagy mit? Nem értem. Tehát nem értem is. Ezt hozzák, hogy nincs egyenrangúság és mondják. Hát ez is engem ki tud ezt borítani, tehát. Jó, nem annyira, de ezért cinikusan megjegyzem, hiszen erre vagyok. Jó, hogy megjegyezzem cinikusan, hát mit is képzelnek azért magukról. Hát aztán megmutassuk nekik. De csak azért, mert látom, hogy fuszáltak ebben a helyzetben. Na, még egyszer elbúcsúzok akkor tőletek. Ha van valami hozzá szólásotok, nyugodtan írjátok meg, és hát lehet lájkolni, megosztani, stb. Ha tetszik, ha nem azért. Van egy valaki, aki mindig nyom egy dislike-ot, már azt hiszem valahogy ez robotszerűen nyomják, de nem, hát valaki csak nyomja, gondolom én, de elképzelhető, hogy a robot is csinálja. De hogy azt mindig elsőként kapom meg a videómra, az biztos, tehát nagyon nem szeret. Úgyhogy lehet valami régi rajongó szeret. Ki tudja. Na, de azért így nyomjatok egy lájkot rá. Puszikálok, puszi felhő, legyetek jók. Sziasztok!